Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen az Eto Parkból, tiszta zöldben, az Eto tiszta fehérben pedig, csak a rend kedvéért. Természetesen a vendég Siófok, egy újabb bajnoki mérkőzés, így vasárnap délután, méghozzá Eto Siófok találkozó kezdődik pillanatokon belül. Gyászszünet, elindult a találkozó, ugye a gyászszünetben Csékovás Lászlóra emlékeztünk, aki mondhatjuk, hogy talán a győri labdarúgás egyik legendás alakja. A kezdőrúgás pedig Szániel János végezte el, aki a 80. születésnapját ünnepelte a hét elején, március 15-én. Ugye többek között ő játékosként, illetve sportvezetőként is segítette az Etót a korábbi évtizedekben. Egy szöglet érdekes figura. És bele is tudott érni Varjas. Szerencsére tévedett, Fagyas azért rajta volt. 5. perc az első szöglet, legalábbis ami az Eto oldalát illeti. Kifejelik egyelőre, de éppen Vitális elé kerül. Sajnos lecsúszott a lábáról a labda, de megvan az első kaput eltaláló lövés. Nem sikerül megszerezni, most igen, talán így van. Az gyönyörű játék. 16-oson belül, és elmegy keresztbe Kovács labdája. Most szépen teszik a labdát, Balog a 16-oson belül. Mekkora védés volt ez Fagyastól? Kis Balázs felszabadítása nem volt igazán jó. Vitális. Vitális középre, Óvári elé! Jól vette észre Vitális, hogy középen Óvári teljesen üresen marad. Kicsit, ha jobban találja vele Óvári, akkor lehet, hogy megvan a vezetés. Kovács. Kovács középre. Rá lehetne fordulni a kapura, rá is lehet. Szöglet lesz. Farkas labdája megpattant. Jól csavarodik befelé. A fejes pedig fölé száll. Csonka volt az, hogyha minden igaz. Vissza Kisnek. Ez pedig így Huth Wagneré lesz. Szakály beleteszi a fejét. Elek. És nem is tévedett sokat. Jagodics. Teszi előre. És ebből még így akár veszély is lehet. Jó helyen volt. Fagyas jól helyezkedett. Illetve most már az Kis Balázs. És még mindig meg tudja tartani. Hát valaki vegye már el tőle. Eljutnak lövésig. Kapufa! Az ismétlés Vargától Fagyas kezében. És nincs szabálytalanság. Toma, Priskin. Na ez most jó kiugratás. Priskin középre. Lehet újra próbálkozni. Kovács. Simcsó, Óvári, Priskin, nem volt les? Nem volt les. Berki, nem sikerül kapura lőni. Na nézzük, hát ha most Simcsó. Priskin, megvan az még, és senki nem érkezik középen. Óvári viszont próbálkozhat, és kifejeli Kis. Itt a vége a mérkőzésnek. Eto FC, Siófok. 0-0, nagyon ígéretesen indult ez a mérkőzés, mégis pontosztoszkodás, gól nélkül döntetlen a vége, viszontlátásra, viszonthallásra. Jól kezdtük mindkét fél időt, ott komoly lehetőségeink voltak, úgy gondolom, hogy el is kellett volna döntenünk a mérkőzést. Aztán kiegyenlített lett mindkét fél idő, ott a Győr is már kezdeményezett. A játékkép alapján szerintem összességében reálisnak mondható a döntetlen, de abban van hiányérzetem, hogy már sokadik meccsünket lehozzuk hátul nullára, de elől egy picit impotensek vagyunk, ha szabad így fogalmazom. Nem nagyon tetszett a mérkőzés első felidejének a periódusa, amikor megkezdtük a meccset. Kicsit álmos volt a társaság, ugyanez volt a második félidőben is az első 10 percben. De azt gondolom, amit ugye elterveztünk, meg amit ugye gyakoroltunk, azok megvoltak a helyzeteink, nyomást tudtunk gyakorolni az ellenfélre, de az a fránya gól az hiányzott ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést.